igaz, amit ma elmondok, az egy megvalósult álom. Magam se gondoltam egy évvel ezelőtt, amikor én így elmondtam azt az álmomat, elgondolásomat, amit klinikusként, hiszen pszichoterapeuta vagyok. Klinikus pszichológus. Klinikusként azt a tapasztalatot szereztem, jó néhány tehetséges fiatallal dolgoztam, hogy azért bőven van olyan megfújó probléma is a tehetségek külön kicsillogó tevékenységes eredménye mellett, amelyben segítséget kellene adni ezeknek az ifjú tehetségeknek, önöknek, akik ilyen csodálatos produkciót például bemutatnak, és akik elérték ezt a színvonalat, és hogy nézzük szembe azon a tényen, hogy ahol fény van, ott árnyék is van, és éppen a tehetségen belül a képességek és a lehetőségek egyenlőtlen kibontakozási menetéből következik, hogy ha valaki olyan kiugró valamiben, és így mondjuk ezt, más útra, egy a kimagasló, fölemelkedő útra lép, hogy kibontakozhassa a tehetségét, akkor már a más út, ugye deviancia alatt, de jó más útra térni, ez azt jelenti, hogy ő már a többiektől eltérő életmenetbe lép. És ebből következik egy úgynevezett másodlagos deviancia, és ahogyan én ezt elneveztem, hogy ő egy olyan életpályát vállal, és egy olyan életutat vállal, amit nagyon sokat kell befektetnie, hiszen mindannyian tudjuk, és ez már bocsánat, tudom, hogy banalitás, hogy maga az, hogy valakinek gyönyörű, nagyszerű adottságai vannak, annak a kibontakoztatásához rendkívül nagy odaadó társszeretet és szorgalom és igyekezet és gyakorlás kell. Na most ez a kettő, hogy van egy elsődleges deviancia, maga a tehetségvonal, aztán a másik, hogy nem úgy él, mint a kortársai. Ebből azt következik, hogy nyilvánvaló, hogy nem ugyanazt az ő személyiség fejlődésének a menete. És ez úgy, ahogy van, jó, rendben van, ha megkapja azt a fajta támogatást, amelyet mindaz, amiben lemarad, vagy esetleg eltér a többiektől, valahogy kiegyenlítődik, és ő páratlan egyedi személyiségének kereteiben egyensúlyra talál. Ez volt az én álmom, hogy bár lehetséges volna olyan egyéni a személyhez, a saját lehetőségeihez illeszkedő, gondos vizsgálatokon alapuló egyéni fejlesztési program, vagy programok kidolgozása, amelyben a fiatal megkapja ezt a személyre szóló segítséget, és szeretném itt mondani, hogy semmiféle stigmatizációról nincs szó, ha például, ami tehetséges fiatalok szorog, mert mindannyian tudunk szorogani, csak nem egyformán tudjuk kezelni a szorogásunkat. Tehát ezért szeretném hangsúlyozni, hogy bármilyen tapasztalatunk a személyes fejlődésben eltérést, ennek nagy jelentősége nincs, mert nagyon könnyen lehet korrigálni, csak ehhez valóban szakértelmi segítségre van szükség. Ezen alapult az a program, amiről beszámolt. Hálásan köszönöm, hogy a tehetséghidak keretében a 8-as alprogramba a személyiségfejlesztés programmal bekerülhettem. Mint hogy valaminek a terve állva nagyon szép, csak hogy bizonyítani kell, hogy érvényes. Hogyan? Vizsgálatokkal, kontrollal és a hatásnak az elemzésével. Valóban érvényes az a feltételezés, hogyha gondos, egyéni, kidolgozott vizsgálatokon alapuló előre tervezett úton segítjük a fiatalt, akkor jelentős előrehaladás lesz. Ez az egyik kérdés, amire válaszolni kell, és ez már egy mutatói kérdésfeltelés. A másik, ami elé áll és ebből következik, hogy ugyanolyan, tudunk ki olyan naivak, hogy azt gondoljuk, hogy a fiatal elszigeteltől a környezetétől tudja kibontani a tehetségét, vagy az elért belső fejlesztés, vagy előrehaladás rögtön érvényesül, ha nincs egy elfogadó, támogató környezet. Második kérdésünk ebben a kutatásban az lesz, és ennek megfelelően terveztem meg magát az utat, a munka útvonalát, hogy a gyermek számára az a környezet, amelyben a szülő az egyik oldalon, a pedagógus, a fejlesztő pedagógus a másik oldalon, mint egy ölelőkartként kell, hogy körülvegye, nekik együtt kell működni abban, a gyerek áll a középpontban, hogy megkapják együttműködéssel, megkaphassanak azt a segítséget, amire neki még kívülről is szüksége van. Ugyanakkor még az a szempont is nekem, hogy nyilvánvalóan elfogadják mindannyian, hogyha például én második élem a mindennapjaimat és nem a kortársaimban együtt fejlődő körülbelül 15-16 évesen, akkor a kortársaimhoz való kapcsolatban is valahogy nem vagyok olyan parkérozott csiszolt.
lehet akkor valami olyan segítségre is szükség van, hogy ő, a gyermek ne csak egyéni fejlesztő segítséget kapjon, hanem a szociális készségei, a felépése, a többiekhez való igazodása, az empátiás készsége, a műveletben magában az élő helyzetben gyakoroljék. És ez lett a következő nagyon fontos szempont, amiben megint csak ráfogalmaztunk azt a hipotézist, azt a feltételezést, hogy amennyiben a gyermek egy csoportban, kortárs csoportban, hasonló, tehetséges fiataloknak a csoportjában együtt működik, és megkapja ezt a csoportos fejlesztést, akkor ennek már mérhető eredménye lesz. Nos, ezen hipotézisek mentén indult el egy olyan munka, 50 Budapest és környéki, 52 Debrecen és környéki, most még az eredeti absztraktban alacsonyabb szám volt, de azóta már olyan csodálatos a dolog, hogy a dolog, hát, hogy azt mondta, 50-50, és még az az igazság, az eredeti terv szerint Nyugat-Magyarországon is szeretünk volna még 50-et, de a probléma abban volt, ezt most őszintén bevallom, hogy ahhoz, hogy az egyéni fejlesztés nagyon jól menjen, ahhoz nagyon szakértő segítségekre van szükség, akik valóban az egyéni fejlesztéshez azokat a pszichológiai eszközöket, utakat feltárni, eszközöket, utakat ismerik, és használni tudják, amelyekre szükség van a gyermek fejlődésének elősegítésére. Nos, tehát Nyugat-Magyarországon egyelőre még nem sikerült, reméljük a jövőben majd sikerül. Mi is történik? Akkor most mondom magát a programot, vagy gyermek, maga 15-16 évesekről van szó, akiknél már azért nagyon fontos, hogy előre tekintve a jövő felé, éppen ez az az életkori szakasz, amikor már izmosodik a személyiség fejlődés spontán menetében is az, mire legyek, merre tartsak, mire tegyen rá a belső erőimet, merre bontakozzam ki, mivé váljak, kivé váljak. És ezért ezt az életkori szakaszt választottuk ki, 15-16 éves tehetséges, kiemelkedően tehetséges fiatalok. A tehetségpont iskolákban hirdettük ezt meg, hogy aki jelentkezni kíván, és természetesen pedagógusok ajánlásával, de az jelentkezhet és részt vehet ebben a programban. Szülői támogató beleegyező nyilatkozatot is kértünk természetesen. Na így nagyon örülök neki, hogy végül lehet, hogy többször lehívtással, de végül mégis tetszett a kívánt létszám. Most én beszélek én itt kívánt létszámról. Tehát ez egyáltalán nem mindent valami bizonyítani akarunk, és olyan komplex vizsgálati teszt sorozatot és vizsgálat eszköztárat levettünk be ebben az egész próba, úgy van tájosztani ez egy kísérleti program lényegében, hogy mi kellő számú gyermek esetében tudjuk megalapozottan bizonyítani, hogy valóban letessük azt a bizonyítékot, hogy ez egy jó modell, egy követhető út és érdemes alkalmazni. Nos, tehát elkezdtük olyan módon a következő 50 óra egyéni fejlett, egyéni hát óraszám, amely egy-egy gyermeknek megadatik, úgyhogy 30 óra ebből az ő személyre szóló egyéni fejlesztése, 20 óra pedig a csoportos. A 30 órán belül is 5 óra nagyon gondos vizsgálat, amelyben mindenkitől elnézést kérek, aki részt vesz a programban, nagyon-nagyon sok olyan tesztet kapott, amelyet ki is kell tölteni, de ezen túl finom, íves, olyan személyiség megismerő diagnosztikus eljárásokat is alkalmaztunk, amelyek még az olyan fajta rejtett feszültséggel problémák is kibújnak és világra hozhatók, amelyekkel esetleg bátortalanságból vagy gyermeksemben szembenézni vagy szólni róla, tehát hogy valóban igazi mély segítséget tudunk adni. Nos, tehát 5 óra a feltáró, az egyéni fejlesztési program kialakításának a menete. Ez úgy történik, hogy azok a szakemberek, jól képzett szakemberek, akiket belépnek ebbe a folyamatba, egymással nem konzultálva is közösen dolgozzák ki azt a fejlesztési tervet, amely a gyermek számára szükséges, és ebben maga szupervizor képhet a folyamatot támogató és kontrolláló segítő szakszemélyként részt veszek. Az egyéni 5 óra feltáró rész után következik 20 óra olyan, amely csak kizárólag arról szól, ami a célba vendő nagyon fontos terület, ahol várható, hogy olyan változtatás érhető, vagy változás érhető el, ami úgynevez a cél, hogy trampolin effektus, hogy földobó hatású, hogy olyan módon megsegíti a kibontakozásban a személyiséget. És az utolsó 5 órát arra szántuk, hogy mint egy észrevétlen átmenetben átvezessük a tájorientációs munkára, hogy azt is egy kicsit rajkálni tudjuk azt a kérdést a gyermekben, és azt a benne feszülő problémát, hogy
hogyha van ötféle olyan tehetségális, amivel nagyon jól áll, vajon melyik az, ami benne a legizmosabb, és amit a személyiség előtt is leginkább megtámogatnak. Így áll össze a 30 óra, mellette van a 20 óra, és azért, hogy a szülők és a pedagógusok is ilyen önerő támogatással körül tudják venni a gyermeket, az adott gyermeknek valamely szülője, aki vállalkozik rá, megboldogságokra néha eljön két szülő, tehát a szülők, illetve a fejlesztő pedagógus együtt csoportozunk, ezeket a csoportokat is magam vezetem. És hát természetesen kisebb lefűződő csoportokban, mert hogy 200 személyről van szó akkor, hogyha a 100 gyermek együtt szülője is, és egy pedagógus, fejlesztő pedagógus részt vesz, tehát kisebb csoportokban dolgozunk, gyerekünk, hatékonyan életünkre azt mondhatom, annyira sok pozitív élményt szerzek ezekben a csoportmunkákban, mert azt tapasztalom, hogy hihetetlenül jó, és a szülők és pedagógusok erre már olyan módon készek erre az együttműködésre. Olyan fajta saját modelleket dolgoznak ki, hogy itt javasolható a jövőben, itt javasolható szülőknek, pedagógusoknak, együttműködési utaknak, ami már azt mondom, tanfolyamra kiválkozó modell. Interaktív módszerekkel dolgozunk, olyan valamiben együtt csoportunk, együtt dolgozunk ki modelleket, erre vannak természetesen már kidolgozott eljárások, hogy ezt hogyan vezethetjük le, hívják, ravédész, örvének nevezik az, ami tényleg módszert, amivel alkalmazott, mert nagyon jó és nagyon rohadékon és nagyon szívetlenekedően jó élni. Hát talán picit hosszasan nem mondtam el, nem szeretném a rendelkezésre álló időt megmondani azzal, hogy hosszasan mondom, mert nyilván észreveszik, hogy azok, az az élménytöltés beszél belőlem, ahogyan végtelenül örülök, azt mondtam magamnak, így valósulja meg minden álmom, mint ahogyan egy javai tervhez képes már a tehetségkutató 8-as programjában. Ezt a kísérleti programot végigvihetjük. Június végével kész az a munkaszakasz, amely a kontrollvizsgálatokat, az ellenőrzés, a hatásvizsgálatok érdekében június folyamán még a iskola befejezés időszakában fogjuk elvégezni, és júliusban írom, illetve írjuk meg azt az összegző tanulmányt, amely majd ennek a munkának az eredményeit tárgyalja felé, és meglepő, hogy ha jövőre is még találkozhatunk, akkor azt mondhatom, hogy már végtől minden az, amiben előre léphetünk a programban, már menet közben a szülőkkel való csoporton kialakuló ötletek nyomán, már is a tehetségkutatók nagyon igazán olyan elismeréssel vagyok, olyan támogató és annyira minden lépésünket segíti, már például közösen kiterveltük, hogy akkor nyáron ezek a gyerekek, akik részt vesznek ebben a bizonyos fejlesztésben, hogy legyenek nyáron együtt nyári táborban, úgyhogy már ennek a szervezése is folyik, és hát ezúttal is minden szervezésre.